Kiindultam szép hazámból, édesapám hajlékából. Visszanéztem fél utamból, szememből a könny kicsordult. Engem anyám megátkozott, mikor a világra hozott. Azt az átkot, mondta rejám, erdős világ legyen hazám. Ott se legyen megállásom, csipke bokor a szállásom. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy ma itt vendégül láthatjuk önöket, a délbánáti magyar közösség a történelmi jelentőségű évfordulójának megünneplésén. Ugyanakkor Pancsova város történelmében is fontos időpontban, és egyesületünk Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 75. születésnapján mondhatjuk szeretettel: Isten hozott kedves vendég! Az Elindultam szép hazámból kezdetű dal, amelyet imén Kemény Mária előadásában hallottunk, mint egy 200 éve érkezett a messzi Bukovinából a magyarok szívébe, akik a telepítéskor a mi Pancsovánkon és környékén leltek otthonra, új szomszédokra, boldogulásra. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, dobro večer. Veliko nam je zadovoljstvo i čast što smo u mogućnosti da vas ugostimo večeras na proslavi važnog datuma za istoriju mađarske zajednice u Južnom Banatu, ali i važnog datuma za istoriju grada Pančeva i da vam poželimo srdačnu dobrodošlicu na proslavi 75. rođendana kulturno-umetničkog društva Petőfi Sándor. Pesmu koju smo upravo čuli u izvođenju Marije Kemenj nosi naziv Kiindultam szép hazámból, ili u slobodnom prevodu Pošla sam iz svog lepog doma. Je pesma koja je doneta u Južni Banat pre skoro više od dva veka u srcima Mađara iz Bukovine, koji su nakon seobe i u našem Pančevu i na njegovoj okolini našli svoj novi dom, svoje nove komšije i svoju novu sreću. Pontosan 75 évvel ezelőtt a történelem egyesületünkre bízta a pancsovai magyarok művelődési és szellemi életéről való gondoskodását. Nekünk rendelte feladatul, hogy őrizzük és ápoljuk a magyar kultúrát, a hagyományokat és a szokásokat, de ugyanakkor azt is, hogy képezzünk hidat a szomszédaink felé a barátság, megértés és együttműködés terén. A 75 év folyamán a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület osztozott a városunk és közösségünk sorsában. Egyesületünk fennmaradásában jelentős szerepe volt Pancsova városnak, ugyanakkor élvezzük a Szerb Köztársaság segítségét és Magyarország támogatását is. Pretačno 75 godina istorija je baš nama u društvu poverila brigu o kulturi i duhovnom životu Mađara u Pančevu. Zadužila nas je da čuvamo i negujemo mađarsku kulturu, tradiciju i običaje, ali i da budemo most prijateljstva, razumevanja i saradnje sa našim komšijama.
Za ovih 75 godina kulturno-umetničko društvo Petefi Šandor je delilo sudbinu našeg grada i naše zajednice. Za opstanak našeg društva značajna je bila pomoć grada Pančeva, Republike Srbije, ali i Mađarske države. Muštezirtno, djerem samunkro, hoć kösönhetjük a kedves vendégeinket. Veliko nam je zadovoljstvo da pozdravimo naše drage goste. Državnog sekretara Ministarstva za nacionalna pitanja u vladi Republike Srbije, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, Potapi Árpád János urat. A pancsói polgármesterét, gradonáčelnika grada Pančeva Aleksandra Stevanovića. Bonyhád polgármesterét, gradonáčelnicu grada, zbratimljeno grada Bonyhád, Filone Ferenc Ibolya asszony. Predsjednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i predsjednika stranke Saveza vojvođanskih Mađara, o Vojdošagi autonom torto manješ Vojdošagi Mađar Sövečeg elnaker, pastor Ištvan Urod. Predsjednika Mađarskog nacionalnog saveta, Magyar Nemzeti Tanács elnökét, magiszter Hajnal Jenő elnök urat. Predsednika Kulturnog Saveza Vojvođanskih Mađara, a Vojdasági Magyar Műveledési Egyesület elnökét, Sutus Áron elnök urat. Episkopa Reformatske Hrišćanske crkve u Srbiji, o Serbio i Reformatuš Keresten Egyház püspökét, Holász Béla tiszteletes urat. Župnika Rimokatoličkog župskog ureda Pančeva, Roma i Katolikuš plebanio, plebanoš urat, Monsignor Đuriš Laslot. I pokrajinskog poslanika, Tortomanj Tistvišalet Pirkov Ilija urat. Most felkérjük Potapi Árpád János államtitkár urat, ossza még velünk ünnepi gondolatait. A sada ćemo zamoliti državnog sekretára, gospodina Potapi Árpád Jánosa, da nas obrati. Köszönöm szépen, hogyha a polgármester úr után szóltam volna, akkor nehezebb dolgom lenne, de így jó a mikrofon. Tisztelt elnök úr, elnök urak, polgármester asszony, polgármester úr, főtisztelendő püspök úr, plébános úr, sok szeretet és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy 75 éves lett a Petőfi Egyesület művelődési egyesület. Tudjuk azt, hogy a Petőfi Művelődési Egyesület itt Pancsován az egyik, ha nem a legfőbb olyan egyesület, kulturális egyesület, amely összefogja a helyi magyarságot, és a magyarság összefogásán túl pedig az itteni magyarságnak megerősíti az identitását, és nemzedékről nemzedékre adja azt tovább. Én azt gondolom, hogy amikor a Petőfiről beszélünk, akkor nem csak a pancsovai egyesületről, vagy a pancsovai magyarságról kell beszélni, hanem általában a délbánáti magyarságról, és köztük pedig az aldonai, illetve bukovinai székelységről. 1883-ban, 138 évvel ezelőtt az akkori magyar kormányzat úgy döntött, hogy új telepeseket hoz ide a Bánát déli részére, annak érdekében, hogy az ország többi részéhez hasonlóan ezt a vidéket is bekösse az ország életébe. A Duna szabályozások után pedig egy olyan kultúrtáját alakítson ki, ami a többi országrészre is hasonlít. És ehhez kellettek akkor a bukovinai székelyek. Bukovinában amúgy is túlnépesedett volt már a társadalom, és ez kaporra jött, és ugye a székelyekben mindig is megvolt a hazatérés vágya, kaporra jött a kettőnek az összekapcsolása, és megindultak az első telepes családok
ide erre a vidékre. Három falut hoztak létre, létrehozták Hertelendi falvát, Sándoregyházát és Székelykevét. Tudjuk azt, hogy ez a telepítés az első időszakban nagyon-nagyon nem jól sikerült. Számtalan dal, ének, monda szól erről a telepítésről, hiszen az árvíz többször is kiöntette ezeket a településeket, és utána pedig újra kellett alapítani. Kicsit feljebb költöztek, de itt ragadtak, megragadtak ezek a székelyek, és ennek a tájnak a magyar jellegét azóta is a bukovinai székelység, vagy ahogy már azóta mondjuk, aldunai székelység alakítja, illetve az aldunai székelység a meghatározója. De amikor a Petőfiről beszélünk, akkor nem csak a székelyekről beszélünk, hanem azokról a magyarokról, akik itt a Délbánátban élnek, és a székelyekkel kiegészülve ennek a tájnak a magyar jellegét még mindig biztosítják. És hogyha ők nem lennének, és ezek a civil egyesületeink nem lennének, akkor igazából 100 évvel, 101 évvel trianoni békeszerződés után már nem lehetne magyar kultúráról, magyar életről, magyar gyerekekről beszélni. Ehhez az élethez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a történelmi egyházak továbbra is vállalták azt a feladatot, amit Bukovinába, hiszen a székelység a magyar nemzeti érzések mellett a hitét is mindvégig megtartotta katolikus, illetve református keresztény hitét. Így úgy érkeztek ide Bukovinából, és itt ezt tovább is vitték. Ha erről a három faluról és a három falunak az egyesületeiről beszélünk, kiegészülve Pancsovárral, hiszen a pancsovai székelyek alapvetően ebből a három faluból érkeztek, akkor nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy ezek az egyesületek, a törzs egyesületei ma is a bukovinai székelyek országos szövetségének, amely szövetség Bonyhád központtal jött létre 1989-ben, és azóta is működik, és mindvégig számítottunk ezen egyesületeknek a tevékenységére, segítségére, minden programunkba bekapcsoltuk őket, hiszen nem csak egymás barátai vagyunk, hanem egymás rokonai is vagyunk, és ezt a rokonságot az idő távlata sem tudta megszüntetni közöttünk. De hogy mennyire erős az itteni székelyeknek az identitása, vagy egyáltalán az itteni magyaroknak az identitása, mert a székelyek mellé a délbánáti magyarok is ugyanúgy ezt az erős identitást erősítik, két dolgot hadd mondjak. Egyrészt az itteni bolgárok, a paltyánok, a legerősebb székely tudatú emberek. Kevés olyan bolgár népcsoport van, akit a székelyek asszimiláltak, de ez megtörtént itt a Délbánátban. Másrészt pedig hadd mondjak egy példát. Tudjuk, hogy ott van Székelykevén a Kék Duna Sportegyesület. Ennek a párja nem messze innen, 10-valahány ezer kilométerre megvan Melbourneben. Ugyanúgy Kék Duna esze a neve, és a mai napig fenntartják a kultúrházukat, fenntartják a sportegyesületet, szinte napi szinten találkoznak az ottani magyarok, és nem feledik a származásukat, nem felejtik a nyelvüket, kultúrájukat. Gyakorlatilag ugyanazt az életet próbálják továbbvinni, mint amit innen elvittek. Tehát ez az erős ragaszkodás a szülőföldhöz, az identitáshoz, bárhova is kerüljenek ezek az emberek, ez megvan. És amikor erről beszélünk, akkor azt is meg kell említenünk, hogy ez a táj, a vajdaság egyáltalán, és benne a vajdasági magyarok az elmúlt évtizedekben mekkora utat tettek meg. Hogyha visszagondolom 91-re, 95-re, vagy akár 99-re is, főleg 99-re, akkor szinte megkérdőjeleződött ennek a népcsoportnak a jövője. Jól emlékszünk mindannyian, amikor lángolt a rafinéria, és az volt a kérdés, hogy egyáltalán azok a falvak meg tudnak-e maradni, az ottani magyar népesség meg tud-e maradni, vagy pedig ugyanúgy, mint az ottani szlovákok, ki kell őket menekíteni. Az akkori emberek, akik itt vannak egyébként a teremben, úgy döntöttek, hogy maradnak, kitartanak, hiszen az a szülőhazájuk. És innen indult el a magyarság, és ma azt mondhatjuk, hogy a
Az itteni magyarság, a vajdasági magyarság a többi magyar nemzetrésznek is példát mutat. Példát mutat a szervezettségben, példát mutat a kötődésében a szülőhazájához, példát mutat abból, hogy hogyan kell minden nehézség ellenére megmaradni, építkezni, és mindezt úgy megtenni, hogy a történelmi megbékélést a két nemzet között szolgálják. Ebben az útban óriási szerepe volt Pásztor István elnök úrnak. Én bármilyen nemzeti közösségbe megyek el, ezt mindig elmondom. Sajnos most is vannak olyan területek, ahonnan kell erőt meríteni a további élésből, de innen mindenféleképpen meg lehet tenni. Ha visszaemlékeznek, nem olyan nagyon régen, 2003-ban ünnepeltük együtt az ide telepítés 120. évfordulóját, a három faluban külön-külön mindegyiket megülve. Kevés olyan szép ünnepi esemény volt az életemben, mint az a három nap, annak ellenére, hogy egy repülőgép lepermetezett bennünket a focipályán, de ugye minden örömben van egy kis üröm is, de ennek ellenére megcsináltuk, és akkor hallottam először a kettős állampolgárságnak az ötletét, illetve azt a határozott kívánságot, ami megindult Magyarország felé. Ez a mozgatórugó gyakorlatilag megvan, a nemzetegyesítésnek a folyamata elindult, és éppen innen erről a vidékről indult el, úgyhogy legyenek erre is nagyon büszkék. A Petőfi Egyesület a 75 éves munkájához én gratulálok. Valószínű, hogy ez a munka is, illetve az elmúlt évek, évtizedek eredményei, a szívós kitartás is hozzájárult ahhoz, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr javaslatára az idén megkapták a Kalózs Zoltán külhoni magyarságért díjat, amihez sok szeretete és szívből gratulálok. Ezt augusztus 19-én vehették át a Karmelita Kolostorban Ranc Károly elnök úr. Kérek nekik egy tapsot, hiszen bár magunkról van szó, de ismerjük el saját magunkat is. Gratulálok ehhez, sok erőt, kitartást kívánok, és jó egészséget, és remélem, hogy közösen együtt meg tudjuk ünnepelni majd a 150. évfordulót is. Köszönöm szépen meg! Spontán beszédet tartsak még. Látják itt ezt a hímzés mintát, ugye a pancsovai hímzőkör világhírű, és ez a motívum a székely hímzés világnak az egyik legfontosabb motívuma, egyébként a magyarnak is, tehát a székely magyarnak. És elkezdtem utána nézni, több helyen láttam egyébként, hogyha a parlamentben tetszenek sétálgatni, akkor minden második kövön ugyanezt a motívumot találják meg, bizonyos helységekben még gyakrabban is, és kutatgattam, kiderült, hogy ez egy annyira ősi motívum a finnugor és a török népek hímzés világában, hogy például Udmurtiának ez a címere. De hadd ne folytassam tovább, mert nagyon kitanultam ezen a téren. Úgyhogy mikor azt hiszük, hogy valami székely vagy magyar, akkor sokszor sokkal-sokkal régebbi dolgokról van szó, és sokkal általánosabb dolgokról. Köszönöm. Što smo malo van protokola. Prvo dogodio se neki sudar lančani, pa onda još jedan sudar, pa se malo kasnilo i sa programom. A usput smo onaj sistem za prevođenje zaboravili da instaliramo, pa za 50 godina ćemo i to da obavimo, pa ćemo imati simultani prevod. Obećava i gradonačelnik.
A upravo pozivam gradonačelnika grada Pančeva, gospodina Aleksandra Stevanovića, da nas pozdravi. Hvala lepo. Mislim da nemamo mi problem sa ovim sistemom za prevođenje, razumemo se mi jako dobro sarađujemo i imamo jako dobru komunikaciju, tako da razumeli smo mi koji ne razumemo mađarski jezik, gospodina Potapi je jako dobro. Moj govor će biti malo kraći nego što je bio prethodni, ali to ne znači da je manje i značajan i da pređem ja na njega. Ja sam sastavio govor, neću se držati one floskule da imam govor, ali ga neću koristiti, jer zaista sastavio sam nešto što zaista stvarno mislim i želim da iznesem to ovde pred vama. Pre svega želeo bih da pozdravim uvaženog državnog sekretara Potapija, gradonačelnicu Bonjhada, našeg zbratimljenog grada s kojim zaista imamo jednu divnu i veliku saradnju, naravno predsednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, gospodina Pastora, sve druge drage goste, vas organizatore, članove Kulturno-umetničkog društva Petef i Šandor. Želim u svoje lično ime pre svega, ali i u ime lokalne samouprave, odnosno grada Pančeva, da vam se zahvalim i da izrazim veliko zadovoljstvo što mogu danas ovde da budem sa vama na dan velikog jubileja, 75 godina Kulturno-umetničkog društva Petef i Šandor, koje je jedno od najznačajnijih i najreprezentativnijih udruženja na teritoriji našeg grada. Grad Pančevo je grad koji je uvek u istoriji bio, a i dan danas je grad koji je multinacionalan i multikulturalan. Mi kao grad se trudimo da podstičemo sve naše nacionalne manjine koje žive u gradu Pančevo, ima ih 26, da neguju svoju kulturu, da neguju svoju tradiciju, da koriste svoje jezike, a mi za uzvrat od svih nacionalnih zajednica u našoj zemlji dobijamo to da su oni jedan most između lokalnih samouprava u svojim matičnim zemljama i grada Pančeva. I to danas i ovde, na primeru lepe saradnje između Bonjhada i grada Pančeva, imamo na delu. Kulturu i tradiciju i jezik Mađara u gradu Pančevu neguje i promoviše već 75 godina Kulturno-umetničko društvo Petef i Šandor, koje nas je okupilo ovde po ovim povodom 75 godina postojanja Kulturno-umetničkog društva Petef i Šandor. Ja želim da iskoristim priliku da svima vama čestitam ovaj veliki jubilej i želim vam još puno decenija da radite i funkcionišete, a nadam se da ćemo dočekati i druge jubileje koji slede u budućnosti. Pančevo je ponosno na sve potomke Sekelj Mađara, ponosno je na svih 26 nacionalnih zajednica koji složno žive u ljubavi, toleranciji i komšijskoj brizi na teritoriji našeg grada i zaista to uvek ističemo da je najveće bogatstvo koje mi imamo ovde u Pančevu. Ja još jednom želim da vam čestitam i hvala vam na svemu i uživajte u programu koji sledi. Hvala. Köszönjük a meleg szavakat! A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület mai ünnepsége odaadó emberek áldozatos tevékenységének nyomán jöhetett létre, akik önfeláldozó, szorgos munkájukat, szeretetüket, tehetségüket, odaadásukat építették be az eddigi elért sikerekbe, a szép számú művelődési rendezvénybe, a népművészet és a színjátszás terén, hazai terepen és világjáró vendégszereplések során. Hvala na toplim rečima. Kulturno-umetničko društvo Petef i Šandor čine pre svega ljudi. Ove svečanosti ne bi bilo da nije bilo njihovog marljivog rada, ljubavi, talenta i samoodricanje koje su gradili u sad već bezbroj kulturnih manifestacija, folklornih priredbi, pozorišnih predstava, turneja po čitavom svetu.
A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület gazdag történelmének most egy-egy kis részletét mutatja be egyesületünk három tagja, akiket csak azoknak kell bemutattunk, akik sohasem jártak Pancsován. Igazságtalanok lennénk, ha csupán egyesületi tagokként mutatnánk be őket, hiszen egyesületünk oszlopos tagjairól van szó, akik teljes odaadással munkálkodtak a Petőfi fennmaradásán, létén, fejlődésén. Hallgassuk meg Balassa Julianna és Árdei Árnő ünnepi gondolatait, ezután pedig egyesületünk történelmi albumának fényképein elnökünk Ranc Károly segít majd eligazodni. Delić bogate istorije i mađarsko kulturno-umjetničkog društva Petőfi Sándor predstavit će nam tri člana, koje je potrebno posebno predstaviti samo onima koji nikada nisu kročili u Pančevo. Kada kažemo članove društva, činimo veliku nepravdu, jer se zapravo radi o stubovima našeg društva, na čijoj energiji je Petőfi Sándor opstao, razvijao se i živeo. Poslušajmo sećanja Julijane Balaša i Erne Erdeja, a nakon toga će nas kroz fotoalbum iz istorije kulturno-umjetničkog društva Petőfi Sándor voditi predsjednik društva Karolj Ranc. Most különösen szívesen emlékezek vissza a kezdetekre, mert a kérdés valójában az, hogy mit is jelent nekünk itt a Petőfi, és mit jelent nekem személyesen. A Petőfi itt ennek a hazának egy nagyon biztos pontja, ahol őrizhetjük anyanyelvünket, műveltségünket, kultúránkat, és ez valójában ma anyanyelvünk biztos menedéke. Kezdetben is majdnem ez volt a helyzet, mert akkor már a végét járta az iskolarendszerünk itt Pancsován, úgyhogy már akkor is végső menedéknek számított a Petőfi az anyanyelvünk szempontjából, és ez a szilárd pont, ahol megélhetjük magyarságunkat, nagyon sokat jelentett közösségünknek, és nekem is személy szerint. A kezdetekre nagyon jól emlékszem, természetesen először csak közönségként látogattuk, amikor ide kerültünk, amíg beleszoktunk az itteni környezetbe, az itteni életbe. Aztán a közönségből lassan átálltunk a másik oldalra, részt vettünk az előadásokban, fölléptem, volt mivel, és hát lassan alakult a helyzet is, és a mi viszonyulásunk is. És az évek folyamán persze, hogy szükség volt további bővítésre, szükség volt más jellegű munkára is, úgyhogy idővel bekapcsolódtam az elnökség munkájába is, és természetesen jöttek a feladatok, mint rendező, mint szervező, és ez mind nagy öröm volt számomra, remélem azoknak is, akikkel dolgoztunk, mert nagy öröm látni azt, hogy valakinek mégis jelent valamit az, ami ott történik a mi Petőfinkben. Hát én Kevváráról 1963-ba jöttem. Vagyis jobban mondva, akkor helyeztek át a Duna-Tisza Duna vállalatból ide Pancsovára. Én nem voltam mindjárt aktív tagja ennek az egyesületnek. Mit mondjak, elég sokáig kimaradtam, azt hiszem egy jó néhány évet, pedig itt, hogy mondjam, pesgett a művelődési élet. Köszönettel az ilyen életnek,
az Egyesület bejárta, szabadon mondhatjuk, Európát, mert olyan két műsort készítettünk, amely fölidézte és folytatta a hagyományainkat, a magyar táncot, az éneket, stb. És a másik része a műsornak a kabaré alkotta. Ez a két műfaj, hogy úgy mondjam, tényleg az aranykorát érte itt ebbe az egyesületbe szinte 10 évig. Az Alduna mentére a honfoglaló magyarok 900-ban érkeztek. Az itteni részeken élő magyarok itt létjük kezdetére több mint 100 évvel később került sor. A kereszténység felvétele egyben a magyar kultúra születése is. A társadalmi érdekekkel összefüggő pancsói magyar művelődési élet csak sok év elteltével kezdte bontogatni a szárnyát. Az első magyar művelődési egyesületek az 1880-as évek elején alakulnak. Több mint 600 taggal igen szép eredményekkel dicsekedhettek. Könyvtári tevékenységük is folytattak. A magyar egyesületek működése 1919-ben szűnik meg, az itt élő magyarok száma 2100-ról 80-70-re csökken. A magyar művelődési élet Pancsóan csak az 1930-as évek vége felé tér magához. A református egyházközség keretein belül 1948-ban megalakul a keresztény ifjúsági egyesület KIE, mint kulturális szervezet. A KIE a kisebbségi művelődési élet és a nemzeti érzés szótlan kifejezője volt. 1944 vége felé a KIE megszűnt létezni. Több pancsovai és hertelendi falvi magyar ajkú polgár kezdeményezésére 1946. június 1-én 150-170 érdekelt egyén jelenlétében megalakul a magyar kultúrkör. Az első műsorok a szabadság ünneplésének jegyében készültek. Azokban a napokban a művelődési élet szervezése és irányítása a szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Kultúrszövetség hivatalának nevéhez kapcsolódik. Kötelező volt az egységes művelődési irányvonal. 1947. augusztusában a Magyar Kultúrkör adott pénzösszeg ellenében átveszi a református egyházközség tulajdonában levő KIE helyiségeit. A tulajdonjogot telekönyvileg rendezi, betáblázza. A Magyar Kultúrkör a mai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek a székháza ezen a telken áll. Az egyesületben megalakulása óta, azaz 1946-tól 2021-ig több mint 2000 különböző tartalmú és jellegű rendezvényre került sor. Gazdasági és politikai előadások, műkedvelő és tánc rendezvények, ünnepi műsorok, kiállítások, különböző versenyekén és fesztiválokon való fellépések. A rendezvények közül csak a legfontosabbakat emeljük ki. A kezdő éveket az amatőr színjátszás fénykorának is tekinthetjük.
A kamarazenekar is szép eredményekkel dicsekedhet, több rangos elismerésben részesül. Az egyesület egyike azon művelődési egyesületeknek, amelyek 1969-ben útjára indították a dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek szemléjét, mondhatjuk a dél-bánát magyarok kultúrparlamentjét, amely a kulturális kínálatnak ma is a szellemiségünk őrzője. Táncsoportunk 1973-ban először vesz részt a Gyöngyös Bokréta, a citerások pedig 1979-ben a Durindó című népzenei fesztiválon. Az egyesület állandó résztvevője a rendezvényeknek. Az 1990-es folyamán az egyesület citera zenekarát és leánykórusát gyakran hallhattuk az Újvidéki Rádió hullámhosszán. 1998-ban az egyesület néptánc együttese Pécsett a határon túli magyarok 7. fesztiválján a Vajdaságot képviselte. A szakcsoportok, a néptánc csoport, a férfi kórus, a citera zenekar és a népzenekar tagjai nem elégedtek meg az elért eredményekkel. Táborokban és idehaza oktatók vezetése alatt tovább tanultak. A népdal és népzenei hagyományos őrzése, ápolása magas színvonalra emelkedett. A sikereknek köszönve az egyesület Svédországban, Németországban, Hollandiában és több ízben Magyarországon, Erdélyben és Vajdaság szerte vendégszerepelt, vendégeket is gyakran fogadott. A Siladri Vajdasági Magyar Kamara Néptáncfesztivál a szabadkai székhelyi Vajdasági Magyar Folklór Központ kezdeményezésére az egyesületünk társszerzésében 2004-ben került először megrendezésre. A fesztivál verseny jellegű volt, egyesületünk volt a Siladri állandó házigazdája. Egyesületünk Erdei Ernő kutatásának és alkotó munkájának köszönhetően egy monográfiát és 5 versenykönyvet adott ki. Erős Mária ügyes kezeinek köszönhetően a székely szöttesekhez, varrottasokhoz kötődő örömteli és fontos népművészeti tevékenységet ápoljuk, amiről a nyilvános elismerések tanúskodnak. Mivel Pancsován sajnos megszűnt a magyar nyelvű oktatás, a Varga Krisztiánnak köszönhetően az anyanyelvünket, a magyar nyelv tanfolyamokat is ápoljuk az egyesületünk kis termében. Jelenleg a járványhelyzet nehézsége ellenére is egyesületünk szakkörei megtalálják a módját tevékenységünk folytatására, és igen szép eredményekkel mutatnak fel. Továbbra is folyamatosan a kis Samo vezette vegyeskórus tevékenysége kiválóan helytáll a Csörömpölő népzenei együttes, és külön büszkeséggel számolunk be a Pántlika leánydalkor megalakulásáról és működéséről, amely néhány év alatt szép sikereket, rendkívüli eredményeket ért el, és amelyet nagy lelkesedéssel Kemény Mária vezeti, tanítja. Viszont a legkisebb gyerekeket sem felejtettük el. A rájuk vonatkozó tanításra nagy örömmel kis Krisztinát bíztuk meg. Nagy örömmel fogadtuk 2016-ban, október 17-én azt a felkérést, hogy a Nagyvázsony község kezdeményezésére alakuló Kárpát-medencei Kinizsi Szövetség létrehozásához, mint alapító tag, hozzájáruljunk, amely szövetség Kinizsi Pál életútjának
a többek közt a magyar nemzet történelemben betöltött szerepének szolgál. Az Egyesület tevékenységével több mint 100 kitüntetést, oklevelet és emléktárgyat érdemelt ki. Az utolsó, amely talán a legértékesebb is, az anyországi Kallos Zoltán külhoni magyarságért díj, amelyet 2021. augusztus 19-én vehettünk át Budapesten, és amelyet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke írta alá. Anyaországunk, a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság segítségével különböző alapítványok közvetítésének köszönhetően az utóbbi években megteremtette a lehetőséget arra, hogy pályázzunk anyagi támogatásra, a programrainkra, az Egyesület tatarozására, karbantartására, egy szóval a megmaradásunkra. Ezt a lehetőséget megragadtuk többek közt egy igaz használt, de kiváló állapotban lévő mikrobuszt adományozott a Bácsen-Györgyi önkormányzat is az Egyesületünknek. Nagyon köszönjük az ajándékot a Garai önkormányzatnak is az ügyintézésben való segítségéért. A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Belgrádi Magyar Nagykövetség is többször támogatta a tevékenységünket. Tagjaink névsora 1946 és 2021 között közel 2000 személy tart számon, közöttük szerbek, szlovákok, paltjenbolgárok, hollandok, németek is szerepelnek. Pancsován jelenleg körülbelül 3,5 ezer magyar él. Közösségünk méltan érzi magát a helyi és az egyetemes magyar kultúra szerves részének. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Naši preci su došli na ove prostore, na Karpatski bazen i donji tog Dunava 900. godine. Prihvatanjem hrišćanstva nešto kasnije rađa se i mađarska kultura. Širenje religije se ujedno smatra i političkim i kulturnim događajem. Na taj način Mađari su počeli približavati evropskom društvu. Ipak, kulturno-umetnički život Pančevih Mađara započeo je svoj razvoj dosta kasnije. Prvo mađarska kulturno-umetnička društva nastaje 80. godina 19. veka. Sa preko 600 članov mogli su se pohvaliti lepim rezultatima. Pančevačke grupe, pozorišne sekcije, književne večeri i naravno negovanje mađarskog jezika najznačajnije su aktivnosti iz tog perioda. Rad mađarskih društava prestaje 1919. a mađarska populacija opada iste godine sa 2100 na jedva 900 duša. Tek krajem 30. godina prošlog veka kulturni život mađarske zajednice ponovo se budi. 1938. godine osniva se Hrišćansko udruženje mladih mađarski Kerestin i Fjušagi Egyesület, KIE, kao kulturna organizacija koja je izvodila narodne pozorišne predstave i uz muziku počela sa obnavljanjem štada pomalo zaboravljenih narodnih pesama i igara. KIE se gasi krajem 1944. godine, ali već 1946. na inicijativu nekolicine Mađara i Pančeva i Vojlovice nastaje Mađarski kulturni centar. 1947. godine Mađarski kulturni centar otkupljuje prostorije nekadašnje KIE od reformatske crkve. Današnja zgrada Mađarskog kulturno-umetničkog društva sazidana je na tim temeljima. Od osnivanja društva organizovano je preko 2000 različitih događaja, igranki, svečanih programa, izložbi, festivala, takmičanje. Početne godine je obeležio amatersko pozorište, nastaje kamerni orkestar koji se može ponositi lepim rezultatima.
Naše društvo je 1969. godine bilo jedan od osnivača smotre južnobanatskih Mađara. 70. godina društvo prvi put učestvuje na festivalima Dundir, Durindo i Đenđeš Bokreta, koji su najveći festivali muzike i narodnih igara vojvođanskih Mađara. Svoj svestran i uspešan rad, horska, igračka i citraška sekcija predstavili su više navrata u inostranstvu, gostovanjima u Švedskoj, Nemačkoj, Holandiji, u Erdelji, Rumuniji i širom Vojvodine. Naše prijatelji iz Holandije, koji su nam mnogo pomogli u najtežim vremenima za vreme sankcija, posebno pozdravljam. Dear friends from Zanstad Zamir, I hope you are well. I send your regards from this celebration of our jubilee, our 75th birthday. I do hope we will see each other soon. Thank you for helping us in our most difficult moments at the 19th. Početkom 2000-ih, u saradnju sa Vojvođanskim mađarskim folklornim centrom, bili smo domaćini festivala kamernih narodnih igara Vojvođanskog Mađara Šilo 3. Zahvaljujući istraživačkom i stvaralačkom radu Erde i Ernija, društvo je izdalo monografiju kao pet knjiga poezije. Jedna od bitnih aktivnosti našeg društva i negovanja tradicionalnih veza sekeljskih Mađara, pošto u Panču, osim u Vojlovici, ne postoji više škola na mađarskom jeziku, ovaj nedostatak dopunjuje naša škola jezika kao i naša mala biblioteka. Uprkos poteškoćama zbog trenutne epidemije, sekcije našeg društva uspevaju načine da nastave sa radom. Osim našeg mešovitog hora i veoma uspešnog narodnog orkestra Črmpelu, možemo biti ponosni na naš devoječki hor Pantlika, koji za svega nekoliko godina postojanja postiže veoma zapažene rezultate. Na poziv opštine Nodvažanj iz Mađarske, sa ponosom smo prihvatili da budemo deo osnivača Kiniži saveza, koji okuplja Mađare iz celog Karpatskog bazena. Od 1946. pa do danas, oko 2000 članova aktivno je učestvalo u radu društva, a među članovima Srba, kao i Holanđana, Nemaca, Hrvata, Slovaka, Palčen, Bugara. Ponosni smo na što predstavljamo mađarsku kulturu i verujemo da ćemo i u budućnosti da se družimo i stvaramo. Hvala vam lepo što ste me saslušali. Hisszük, hogy az albumunk képein közösségünk ráismert érdemes tagjainkra, akik segítettek abban is, hogy a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület a kultúra és népművészet mellett minőséges szórakozási lehetőséget is nyújtson. Most pedig kérjük Önöket, készüljenek fel egy másféle utazásra a Duna mentén. A kevevárai Keve Magyar Kultúra Egyesület és a Mi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületünk közös vegyes kórusa dallal vezeti át közönségünket a Dunántúli, síkságba simuló Sárpilis vidékén, a magyarországi Baja környékén. A vegyes kórust a Csörömpölő zenekar kíséri. Művészeti vezetők Binec Margit és Kis Samu. Ezután Pannoniát elhagyva, a pancsovai pántlikák dalkör leánykái dalainak varázsában távozunk a messzi Kárpátokon túl széljárta Bukovinába, akik bukovinai magyar népdalcsokrot mutatnak be. Művészeti vezetők Kemény Mária.
Uvereni smo da ste u albumu prepoznali mnoga draga lica koja su pomogla da kulturno-umetničko društvo Petefi Šandor postane ne samo mesto kvalitetne kulture i folklora, već i zabave i razonode. Sada vas vodimo, molimo da spremite, da se spremite za jedno drugačije putovanje za obale Dunava. Zajednički hod članova mađarskog društva Keve iz Kovina i našeg kulturno-umetničkog društva Petefi Šandor uz pratnju našeg orkestra Čerempele povešće vas pesmom kroz Šarpiliš, oblast u centralnoj Mađarskoj, nedaleko od grada Baje, udobnu ušuškanu ravnicu sa desne obale Dunava. Umetničko rukovodstvo Margit Binec i Šamu Kiš. Nakon toga ostavit ćemo za sobom Panoniju i prepustiti se magiji pevačkog ansambla Pantljike, koji će nas povesti još dalje, čak i za Karpata u vetrovitu Bukovinu i otpevati splet narodnih mađarskih pesama iz ovog kraja, pod umetničkim rukovodstvom Marije Kemenj.
mennek a fonóba, a leginek az ajakare a fagyott az ablakra. A leginek az ajakare a fagyott az ablakra. Jere rózsám, gyújtsa gyertyát, olvasszuk le az ajakát, bomoljon ki az ajaka, miért is tette az ablakra. Bomoljon ki az ajaka, miért is tette az ablakra. Cipra bunda szegre van akaszva, szaladj rózsám akaszd a nyakamba. Hogy járjuk el ezt a csárdás táncot, Fehérváron zergetik a láncot. Hogy járjuk el ezt a csárdás táncot, Fehérváron zergetik a láncot. Aprója már lehullott a sárba, ki felszedi, nem marad helyába. Én felszedem, kimosom, elteszem a rózsámat igazán szerem. Felszedem, kimosom, elteszem, a rózsámat igazán szeretem. Egyesületünk 70 éves fennállása folyamán nagy pénzzel nem mérhető gazdaságra tett szert. Ennek értéke túlmutat az anyagi javakon, tartósabb és jelentősebb azoknál. A mérce a barátaink sokasága, a nagyvilág számos címe, helysége, ahol örülnek nekünk, ahol derűs mosolyjal fogadnak bennünket. Egy ezen címnek közül Garán van, egy zombor feletti magyarországi határmenti faluban, a Garai Székelykör Művelődési Egyesület otthonában. Garai barátaink most bukovinai népdalokkal és néptáncokkal lépnek színre. Hallani fogják a Garai Asszonykórust, valamint a Garai Ifjúsági Tánccsoport bukovinai lakadalmas koreográfiáját, a Sergő zenekar kíséretében. Művészeti vezetők Antal Anita és Antal Zsolt. Utána olykor lassú, néha erőteljesebb, de mindenképpen tökéletes ritmusú székely magyar dallamokat élvezhetünk. Dunamenti székely népdalokban gyönyörködhetünk Kemény Mária előadásában, majd egyesületünk Vegyeskara székely dalcsokorral szórakoztatja kedves közönségünket. Za 75 godina postojanja našeg društva, društvo je steklo veliko bogatstvo. Ono se meri u nečem mnogo trajnijem i korisnijem od bilo kojeg novca. Meri se u broju naših dragih prijatelja koje smo stekli i u broju adresa širom sveta na kojima nam se raduju i na kojima nas dočekuju s osmehom. Jedna od tih adresa nalazi se u Gari, mađarskom selu odmah iza naše granice kod Sombora, gdje radi kulturno-umjetničko društvo Garai Székelykör. Naši prijatelji iz Gare nastupit će se igrama iz Bukovine. Umjetnički rukovodioci su Anita Antal i Žolt Antal. Nakon njih nastavljamo nekad melanholičnom, nekad izuzetno energičnom, ali uvijek savršenom ritmu muzike Sekelj Mađara. Čućemo sekeljske pesme iz Podunavlja, prvo izvođenju Marije Kemenj, a nakon toga našeg mešovitog hora. Székely magyarnak születtem, erdély az én hazám.
Kicsi rózsám, kirúgom a két szemedet, eltetted az egész nyári keresetem, keresetem, nem sajnálom, szerettelek, csak az bánom. Lám meg mondtam, kicsi rózsám, csalfa ne légy, alá bodra magos sarkú cipőt ne védj, méges magos sarkút vettél, hadik falvi csalfa lettél. S mikor mentem hazafelé, pánkot süttek arrafelé, s egy falatot nem hattatok, száradjon meg a torkatok. Ha még egyszer 20 esztendős lehetnék, széke
este van, haza kéne menni. Szeretetlen párommal, hogy kell lefeküdni. Adta volna Isten, eláttalak volna, se híred, se neved, ne hallottam volna. Szerethettél volna rózsám, ha szép ne volt a mes, mert én szeretelek, ha semmit sem volt es. Lefekedtél volna velem egy ágyba, yes, mert én lefeküdnék veled a földre, yes. Addig élem világomot, míg szél fúj a pántlikámot, a pántlika könnyű gunya, mert azt a szél könnyen fújja, de járóva nehéz gunya, mert azt mindig új búnyomja. Szeretelek sok üdeig, kettől fogvás szeredáig, ugye rózsám sok szép idő, száradjon veléd a tüdő. Fejik a fekete kecskét, verik a barna menyecskét, ha verik is megérdemli, mert az urát nem szereti, ki az urát nem szereti, meszes búzát főzen neki, adja oda vacsorára, hogy a hideg is kirázza. Adja oda vacsorára, nem lesz gondja az úrára. Az én uram gospodár nemes olyan, mint más. Szemából van a lába, viacból a szája. Ha meggyullad a lába, elolvad a szája. Ha meggyullad a lába, elolvad a szája. Tarka barka rokolyának leszakadt a ránca. Rengesd uram a bitangot, hadd menjek a táncba. Mert most vannak a legények legjobb mulatságba. Mert most vannak a legények legjobb mulatságba. Rengesd uram a gyermeket, hadd menjek a táncba. Mert most vannak a legények legjobb mulatságba.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Lassan elbúcsúzunk. További találkozások reményében kívánjuk önöknek megköszönni, hogy osztoztak örömünkben. Egyesületünk, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 75. születésnapján, és hogy a hosszú évek során folyamatosan gondolnak ránk, hozzájárulnak munkáink sikerességéhez, és ahhoz, hogy magyar közösségük ne csupán őrizze identitását, kultúráját, hanem ezzel fejlessze és gazdagítsa Pancsova, a Bánság, a Vajdaság, Szerbia és az egész Kárpát-medence kultúráját. Dámy i gospodo, polako nam se približuje rastanak. Do nekog novog susreta želimo od srca da vam se zahvalimo što ste se nama podijelili radost 75. rođendana Kulturno-umetničkog društva Petőfi Sándor i što svih ovih godina mislite na nas, doprinosite našem radu i tako doprinosite da mađarska zajednica ne samo očuva svoj identitet i kulturu, već i da njom razvija i obogaćuje kulturu Pančeva, Banata, Vojvodine, Srbije i čitavog Panonskog basena. A mai rendezvény megvalósításáért hálás köszönettel tartozunk támogatóinknak. Pancsova városnak, a Pancsovai Kultúrközpontnak, az Elemilo közvállalatnak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a Bethlen Gábor Alapítványnak, a Budapesti Tuna Televíziónak és a Szabadkai Panon Televíziónak. Posebnu zahvalnost za realizáciu ove proslave dugujemo gradu Pančevu, Kulturnom centru Pančeva, JKP Zelenilu Pančevo, Mađarskom nacionalnom savetu, Kulturnom savezu vojvođanskih Mađara, Fondaciji Bethlen Gábor, Budimpeštajskoj Duno Televiziji i Subotičkoj Panon Televiziji. Megköszönjük szíves figyelmüket abban a reményben, hogy jól érezték magukat velünk. Szeretettel meghívjuk önöket, hogy tartsanak velünk kötetlenebb ünneplésre is a művelődési otthon előcsarnokában. Előtte még hallgassuk, nézzük újra pántlikákat, akik Bak környéki táncokat mutatnak be. Koreográfus Kis Zseljko Zsiga. Hvala vam na pažnji, nadamo se da ste uživali i pozivamo vas da druženje nastavimo u fojeu Kulturnog centra. Pre toga, za sam kraj, poslušajte i pogledajte još jednom naše pantljike sa devojačkim igrama iz sela Bog u koreografiji Željka Kiša. A ujedno bih iskoristio ovu priliku da čestitam Varga Magdaleni peti rođendan. Magi Bog, dok sve tešno puta.